hangulatképek a tavalyi Vagabondról. Az Akusztik, Joe Cocker, Coverband, Piramis, csak néhány nagy név a nagy színpadról. Idén negyedik alkalommal rendezik meg a Vagabond korzót az igényes élőzenét kedvelőknek. Az első szempont az volt, hogy az emberek ismerik meg azokat a zenéket, azokat a művészeteket, amikkel nem találkozhatnak különben ugye nagyon a publikus médiában, és meg szerettük volna mutatni, vagy meg szeretnénk a mai napig is mutatni azt, hogy vannak másféle stílusok, vannak másféle emberek, és vannak másféle világnézetek, és másféle hozzá, vagy rálátások a világra, mint amit láttatni szeretnének velünk. Ennek jegyében milyen zenekarokat láthatunk, hallhatunk majd? A lehető legszélesebb stílus választék lesz most is, mint minden egyes alkalommal. A Piramis zenekar, mint a régi és akár az új generációknak is nevet jelenthet. Ő a rockzenét és rajta kívül több más zenekről is a rockzenét képviseli, de lesznek alternatív zenekarok, lesz például pont itt az Ápavilonban olyan performance, hogy a zenekarok mellett a helyi képzőművészek festményt kreálnak, amiből viszont valószínűleg, hogy talán már haza is lehet majd vinni egyes darabokat, mert ilyen ígéreteket is kaptunk, de lesz klasszikus éttermi cigány banda az egyik helyszínen, lesznek komoly zenészek, a zeneiskola fuvolatonára Lehőc Alexandra és tanítványai is be fognak mutatkozni, de lesz zongora művész, aki egy szám magában próbálja meg lenyűgözni a közönséget. Akkor itt tényleg mindenki számára lesz egy kis zenei csemege. Szeretném, hogyha elmondanád, hogy milyen helyszíneket lehet majd meglátogatni, vagy milyen útvonalon érdemes majd menni? Hát az egésznek a gerince két részre oszlik, az egyik az a főút mentén lesz, az Ápavilon, Timi Café és Bár, Anna Ház és a Klub 19, mint a főúti helyszínek, az Erzsébet utca helyszínek, a Karcukrászda, a Gyuri Borozó, a Sarokház Bisztró és a Baktai téren egy nagy színpad és egy kis színpad. Mindemellett még tizedikként csatlakozik, ugyanúgy, mint tavaly a Haraszti Csomópont, aki mi a Kossuth Lajos utca 25 szám alatt levő család kinyitja a kertjét, és akkor a gyerekes családok mehetnek oda arcfestésre játszani, szórakozni és kikapcsolódni. Lesznek esetleg olyan zenekarok, akik még csak most bontogatják a szárnyaikat? Igen. Megkereséseket is kaptunk, de mindenféleképpen támogatjuk is azokat, hogy ifjú gimnazisták, ilyen fiatalok részt vesznek a Vagabond korzón, és adunk is lehetőséget nekik. És ami ugye nagyon fontos, ingyenes a rendezvény mindenhol. Természetesen igen, ezt mindenféleképpen megpróbáljuk tartani, ami persze ezúton is meg kell, hogy köszönjek, sőt Ildik is, meg is köszönök mindenkinek, aki bármilyen szinten támogatja ezt a rendezvényt, mert csak úgy tudjuk megcsinálni, hogy ilyen sokan mögénk állnak, mellénk állnak, és segítenek, ahol csak tudnak. Ugye június 3-án lesz a Vagabond korzó, hány órától kezdődnek? Az első produkciók azok délután 2-kor már kezdődnek, de minden színpadon, mindenhol más-más időpontban lesznek a kezdések, máshogy van abba hagyva, van ahol van egy kis szünet közben és utána folytatódik, van ahol pedig folyamatosak a programok. A vagabondkorzó.hu-n bővebb információkhoz lehet jutni, vagy pedig az ismert platformokon vannak eseményei. A Vagabond korzónak is van ott is oldala, ahol napra készen lehet információkhoz jutni.